Nyár van, nagy a hőség, ezért fagyizunk. Ennek apropóján Dunaszerdáján ellátogattunk egy vérbeli szicíliai fagylaltkészítőhöz, aki megmutatta nekünk a fagylaltkészítés fortéjait, és megízlelhettük szicíliai ízeit. Családi hagyomány a fagyi készítés? Igen. Nagy anyag csinálni fagyi mester Szicília 1937. Nagy bátyám és unokatestvérem fagyi mester. Ha már olasz a fagylalt, az összetevőket honnan tudják beszerezni? Vásárolni pisztácia, mandula, mogyoró és citrom Szicília. Mert ott nagyon finom, mert van vulkán Etna, és gazdag, kert gazdag, van sok minerál, és pistácia nagyon finom, másik fajta respekt másik pistácia. Citrom egy forma, ozni turo, ricotta, trapani. Mert nagyon finom, és itt csinálni cannoli. Mennyi ideig tart elsátítani az olasz fagylaltkészítést? Már sok idő csinálni fagyi és tanulni, mert fagyi és kimika. Mikor elkezdesz csinálni finom fagyi, meg tanulni, se akarni csinálni finom fagyi. Ki kell utazni ahhoz külföldre, például Olaszországba, hogy el lehessen sátítani a fagylaltkészítést? Biztos, mert ott Szicília, első fagyi, csinálni Szicília, ember, Francesco Procopio. És ott van nagymester Szicília, és minden Olaszország, mert ott csinálni első fagyi, Olaszország, és biztos, ott vannak jó mester, és biztos tanulni Olaszország, Szicília. Olaszország van gambero rosso, egy forma Michelin. Hol minden év írni nagymester. Mit csinál egy fagyis a téli időszakban? In inverno, quindi téli, vissza Szicília. És tanulni együtt mester, mert én ismerni sok mester ott Szicília, és meg tanulni. Most csinálni pistacia fagyi. E pasta di pistacchio puro di Bronte, 100%. Detto l'oro verde di Bronte. Ok. Mitől olasz egy fagylalt? Fagylalt minőséges alapanyagokból készüljön, a recepttől, feldolgozási folyamattól, és nem utolsó sorban a mestertől.
Mi a különbség egy nagyüzemi fadlalt és egy kézműves fadlalt között? A nagyüzemben sok adalékanyagokat használnak. A kézműves fadlalt napi rendszerességgel készül, frissen. A nagyüzemekben készített fadlalt ezzel ellentétben akár egy évig is eláll, megfelelő hőmérsékleten tárolva. Kézműves fadlalt cukrászati technológiával készül, speciális fagyasztással, a fogyasztás helyszínen készül, előállítása pasztőrözéssel vagy hideg eljárással készül. Az olasz fagyvalat kevesebb levegő buborékot tartalmaz, azért sűrűbb és krémesebb. Az aromája magától alakul ki, itt nincs szükség ízfokozók vagy egyéb adalékanyag hozzáadásához. Mitől kézműves? Mitől lesz jó minőségű egy fadlalt? A fagyikat alapvetően két kategóriába sorolhatjuk. Az első a vízalapú gyümölcsfagyilatok, szorbetek. Ugye szorbinek kellene ejteni, de itt Közép-Kelet-Európában szorbet az elterjedtebb. A másik kategória pedig a teljes fagyilatok, például vanília, csoki, pisztácia, mogyoró. Mindkettőt el lehet készíteni gyorsan, könnyen és olcsón, vagy kézműves jelleggel, nagy odafigyeléssel és minőségi alapanyagokból. A gyümölcsfagyik a legtöbb helyen nem is tartalmaznak, vagy egyáltalán, vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak valódi gyümölcsöt. Ezek úgy készülnek, mint például az instant palacsinta. Van egy zacskó por, amire az van írva, hogy palacsinta, teszünk hozzá egy kis vizet, és kész a palacsinta tészta. Ugye? Fagyik esetében is van olyan, hogy az van az zacskóra írva, hogy epres fagyi, vagy citromfagyi, adunk hozzá egy kis vizet, összetúrmixoljuk és mehet is a fagyigépbe. Klasszikus kézműves eljárás során a fagylaltok, a gyümölcsfagylaltok, a szorbetek valódi gyümölcsből készülnek. Az eper például az eperből, a citrom citromléből, a mangó mangóból. Nagyon könnyen megállapíthatjuk laikusként is egy fagyizóban, hogy hol találkozhatunk minőségi szorbetekkel. Egy olyan helyen például, ahol zöld színű almás fagyit árulnak, ott ne számítsunk nagy minőségre, mivel a valódi almából készülne, akkor nem zöld lenne, ugye az alma belseje az sárga, tört fehér, ezért olyan színűnek kellene lenni a fagyinak is. Ugyanez igaz a banán esetében is. Ha valódi banánból készül, akkor az a fagylat nem sárga, hanem tört fehér, mint maga a banán, ugye. A teljes fagyik esetében is van két lehetőség. Az egyik, hogy hideg úton készül, másik, hogy meleg úton, azaz főzéssel, mint ahogy nálunk is. Hideg úton az hasonló az zacskós eperfagyihoz, hogy van egy zacskó, amire az van írva, hogy vaníliafagylalt, adunk hozzá egy kis vizet, összetúrmixoljuk és mehet fagyasztásra. A meleg úton viszont sokkal több munka van vele, ugyanis itt kell hozzá egy fagyilat főzőgép, amiben beleteszik a tejet, a tejszínt, a cukrokat, és az egészet felfőzik 85 fokra, majd a gép visszahűti 4 fokra. És ekkor kezdődik a legfontosabb része, az aging, az érlelés szakasza, ami legalább 4 órán, de jó esetben legalább 24 órán keresztül hagyjuk pihentetni a fagyilat alapot, mielőtt kifagyasztanánk. Erre a pihentetésre azért van szükség, hogy a tejben található fehérjék abszorbálják a vizet, ezáltal elérve, hogy krémes, sejmes állagot kapjunk végeredményként. Még egy nagy különbség van, a kézműves fagyik esetében csak a fagyasztás során kerül levegő a termékbe, míg a legtöbb fagyizóban használnak habosítószereket, térfogatnövelőszereket, és ezzel elérik, hogy 1 liter alapléből 2 liter fagyi készüljön. Ez azért jó nekik, mivel így egy gombóc fagyi fele annyiba kerül. Az ipari fagylatok esetében még találhatunk a fagyiban ezeken kívül tartósítószereket, illetve sok esetben a tejet is pálmaolajra cserélik, mivel hogy az olcsóbb. Tehát hogyan is készül nálunk az eper szorbet, az eper fagyi? 4 összetevőre van szükségünk. Az első, amit úgy hívunk, hogy bázis. Ez arra szolgál, hogy a fagyi megőrizze a krémességét, látságát a pultban is, és ne képződjenek benne jégdarabok. Rengeteg különböző ilyen bázis létezik, a legtöbbet tele van mindenféle mesterséges aromákkal, tartósítószerekkel. A miénk csak természetes összetevőket tartalmaz, többek között növényi rostokat és növényi fehérjéket. A második összetevőnk a cukor. Az, hogy mennyi cukorra van szükségünk a fagyi, az eperfagyihoz, az attól függ, hogy mennyi az magának az epernek a cukortartalma. Ezt pedig ezzel a refraktométernek nevezett kis készülékkel tudjuk ellenőrizni. Ez alapján kiszámolhatjuk, hogy mennyi cukorra van szükségünk, ez már ugye megtörtént jelen esetben.
A harmadik összetevő maga az eper, illetve kell egy kis víz, annak azért, hogy össze tudjuk az egészet turmixolni. Mehet is a fagylalgépbe kifagyasztásra. Nagyjából 8-10 perc is elkészül az eperfagyink. Hogyan lehet megtanulni a fagylaltkészítést felvidéki magyarként? Az én sztorim 11 évvel ezelőtt kezdődött, amikor édesanyámmal megnyitottuk a Fantázia cukrászda nevű cukrászdát Nyárasdon a Pallos épületében, ami mai napig üzemel. Ekkor elvégeztem egy párnapos fagylaltkészítő tanfolyamot, és elkezdtem fagyikat csinálni. Meg kell, hogy mondjam, azok a fagyik nem voltak túl jók, nem voltak rosszak se, inkább csak olyan átlagosak, középszerűek. És sok év tapasztalat és rengeteg képzés kellett ahhoz, hogy megtanuljam a minőségi fagylaltkészítés rejtelmeit. Többek között elvégeztem a bolognai székhelyű Carpigiani Gelato University képzéseit is, és rengeteg bemutatóra, képzésre járok a mai napig, Budapestre, Bécsbe, voltam a C-Japan Riminiben, ami a világ legnagyobb ilyen fagylalt központú bemutatója. Ha már olasz a fagylalt, az összetevőket honnan tudja beszerezni hozzá? Szerencsére manapság már rengeteg cég foglalkozik azzal, hogy Olaszországból importál fagyizók részére alapanyagokat. Mi is ilyen cégektől vásárolunk, és igyekszünk mindenkitől a legjobb minőségű alapanyagokat megvásárolni. Ez számít a leginkább a fagylaltkészítésben. Rengeteg időt és energiát emészt fel annak a kiválasztása, hogy milyen alapanyagokkal dolgozzunk. Például rengeteg cég árul 100%-os pisztácia pasztát, ami ugye a pisztácia fagylalthoz kell, és ennek csak a töredéke az, amire azt mondanám, hogy ez kiváló minőségű pisztácia. Mennyi ideig tart elsajátítani az olasz fagylaltkészítést? Az alapokat könnyű megtanulni, viszont ennyitől még nem fogunk tudni jó fagyit készíteni. Meg kell tanulnunk összetett dolgokat is, például, hogy mi a szerepük az egyes cukroknak a fagyasztási fázisban. Ugyanis többféle cukrot használunk a fagyikészítésben, például szakkarózt, hétköznapi nevén kristálycukor, vagy dextrózt, amit ugye szőlőcukorként ismerünk, és még van ezeken kívül többféle. És mindegyiknek más az édesítő ereje, valamint más, hogy befolyásolja a fagyi krémességét, állagát és textúráját. Meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan kell megmérni egy gyümölcs cukortartalmát, amihez egy refraktométer nevezető kis készüléket használunk. Részletekben menően kell ismernünk a fagyi készítési rejtelmeit, és ennek megtanulása sok időt, hónapokat, de inkább éveket vesz igénybe. Ki kell menni külföldre ahhoz, hogy megtanuljunk fagylaltot készíteni? Szerintem nem feltétlenül, ugyanis Magyarországon is például rengeteg jó fagyi készítőmester tevékenykedik. Jó példa erre az, hogy 2021-ben egy magyar fiatalembert, Fazekas Ádámot választották meg a világ legjobb fagylalt készítőmesterének, illetve a legutóbbi világversenyen a magyar csapat bronzérmes lett. Viszont a fagylalt mai formája Olaszországból terjedt el a világon, ezért a legtöbb képzési lehetőséget is ott találjuk. Szlovákiában például nem is ismerek olyan helyet, ahol kezdő fagyisokat képeznének. Magyarországon is csak 2-3 ilyen akadémia létezik, viszont Olaszországban szinte minden nagyobb városban megtalálható egy-egy ilyen képzési központ, és mindegyiknél tanulhatunk olyat, amit máshol nem. Hát érdemes kiutazni Olaszországba. Mit csinál egy fagyis a téli időszakban? A fagyi szezon időjárástól függően március közepétől október közepéig tart. Ez 7 hónap, a fennmaradó 5 hónapban elsősorban pihenünk, de ilyenkor van lehetőség eljárni képzésekre, új ízeket megismerni, új eljárásokat megismerni. Ilyenkor van időnk arra is, hogy átalakítsuk egy kicsit a helységet, festés, burkolatok cseréje. Mindig van mit csinálni igazából, tehát hogy nem volt még olyan tél, hogy otthon ültem volna 5 hónapon keresztül. Illetve van 2 kis gyermekem, és egy kisfiam és egy kislányom. Ilyenkor több időm van velük is foglalkozni.